Ha jól emlékszem, az összefoglalójában azt olvastattuk, hogy ma indult el Budapestről, ma van, ma startolt el az úgynevezett békemenet, béketúra. Milyen volt az első napja, hogyan indult? Hát köszönöm szépen, ennek volt egy nulladik napja is, hozzá kell tenni, ez pedig az Eger-Maklári túra volt, és ma érkeztem Budapestre, azaz tegnap este. De azt lehet mondani, hogy a várakozáson felüli volt az érdeklődés, a külügyminisztériumtól, az önkormányzattól, illetve privát civil szervezetektől többen is képviselték magukat, a Ludovika Intézettől, a Panoráma Világklubtól, a Közép-Európai Panonklubtól, tehát elég széles volt a skála, és azt tudom mondani, hogy mindenki felkészült volt a eseményre, és igazából egy történelmi betekintést is kaptunk ezen a kis bemutatón, illetve ennek volt egy végső programja, hogy én 2010-ben egy magyarországi béke túrámon ültettem egy békefát Budapesten, és ez pontosan az Orci téren volt, a Ludovika parkban, illetve a Orci parkban, és ezt most föltábláztuk, tehát kiraktuk azt, hogy ezt valójában kik, mikor és hogyan ültették. Én azt hittem itt, ahogy vártunk önre, hogy valami hatalmas pakkokkal, csomagokkal fog érkezni. Hogyan fogja megoldani például a ruhaváltást, a tisztálkodást, az étkezést, hasonlókat? A nagy pakkom az egy segítőm, egy kísérőmmel oldódik meg, illetve azon kívül önálló van még egy pótkerékpár is, hiszen ő tisztes távolságban, tehát közúton, tehát az autókra alkalmas úton közlekedik. Én gyakorta, ugye, és ahol lehet, én a kerékpárosoknak kijelölt útvonalakon közlekedem. Ő azért is nagyon fontos, mert itt is ugye időre van megbeszélve, tehát 10 órák, 11 órák, ahová várnak a városvezetők, államfők, polgármesterek, politikusok, és oda tényleg pontosan kell érkezni. Ott nem engedhetem meg magamnak, hogy a defekt az egy elengedhetetlen. Tehát olyan nincs, hogy egy kerékpárosnak ne legyen defektje. Ha nincs, akkor már baj van. Tehát, és ha ilyen van, akkor én azonnal szólok, most már a GPS és a technika világában perceken belül ott van a GPS koordináták szerint, én leveszem a kerékpárt, megyek tovább, és ő pedig szervizel és javítja a gépezetet. Mielőtt nekiindulna egy ilyen távnak, egy ilyen túrának, orvosi vizsgálatra esetleg szükség van-e? Például ebben a tikkasztó hőségben, hogy lehet ezt bírni? Nem volt ebből még eddig probléma? Hát hál' Istennek lehet, hogy felelőtlenség, de nem tettem még ilyet. Én azt gondolom, hogy a szervezet az előbb szokott jelezni, és erre oda kell figyelni, és az embernek vannak megérzései. Én azt gondolom, hogy ez a mostani hőmérséklet, ez közelébe se jár a tavalyi ausztráliai túrámnak, ahol 55-60 fok volt, illetve rá a következő napon pedig egy 200 kilométeres tornádó szinte monszumesővel. Tehát hogyha az ember ott kibírja, minden bizonnyal, hogy az itteni időjárás viszontagságoknak is eleget tud tenni. Mit vár egyébként ettől a túrától majd, hogyha megérkezik, véget ér, akkor milyen érzésekre vagy, mire vár, mire számít? Én számomra minden túra egy belső utazás, azon kívül, hogy az ember ugye kilométereket tesz meg, és valójában feltöltődik azoknak az embereknek a segítségével, odafigyelésével és tiszteletével, akik adódnak ennek a missziónak, ami úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb fizetség, és ez a valójában a legnagyobb szponzorációm számomra, amikor az emberek a békekönyvben beírnak, megveregetik a vállamat, és szó szerint érdeklődéssel vannak a túra iránt. Tehát nem csak az a fontos, hogy ők mit kérdeznek, hanem számukra az is fontos, hogy én mit válaszolok, és ez úgy gondolom, hogy maximálisan egy embernek, aki élő és hogy mondjam, humán beállítottságú, ez egy nagyon fontos eredmény. Köszönjük szépen, és további sok sikert, egészségben, szerencsében gazdag utat kívánunk önnek. Nagyon szépen köszönöm. Zelei József Dabasról elindulva Szegednek vette az irányt, útközben azonban Örkényen is fogadták őt. Hát szeretettel köszöntelek jelen Magyarország közepén Örkényben, és nagy örömmel tudom azt, hogy mire vállalkoztál. És szeretném mindenek előtt megköszönni neked azt, hogy ezt a missziót, amit te bevállaltál, ezt megcsinálod mindenféle körülmények között, és azt szeretném kérni tőled, hogy légy szíves, beszélj arról egy pár gondolatban, hogy hogyan, miképpen történik, és mik várhatók részedről. Nagyon szépen köszönöm a elismerő szavakat, és
Köszönöm azt, hogy meghívtál, számomra nagy megtiszteltetés, hogy ezen a túrán ezt a települést is meglátogathattam, és itt el tudtuk helyezni a megemlékezés virágait a hősök emlékén. Én most egy első világháborús túrára, egy centenáriumú túrára megyek, közel 4000 kilométeres túra lesz, ez Szegeden túl Szarajevóba, illetve a első világháborús harctereket érintve Párizsig tart, végig a francia és a nyugati frontvonal mellett, és békekopjafát, koszorúkat, emlékköveket, illetve emlékszalagokat viszek a hősöknek a sírjára, emlékhelyeire, és július 14-én érkezem Párizsba. Ott lesz egy világméretű megemlékezés, amit a franciák szerveznek. Az összes résztvevő ország államfőjét meghívták, összesen 72 ország fogja képviselni magát. Én ezen a katonai díszszemlére szeretnék befutni, bekerekezni. Ennek személyi indítatása is van, két apropója. Az egyik, ami a legfontosabb, az a déd nagypapám, aki az első világháborúban meghalt. És én azt gondolom, hogy Magyarországon alig van olyan család, ami ne lenne érintett az első világháború borzalmaiban. Illetve a második indítatás, hogy én már 10 éve, ahogyan említetted, járom a világot. Ez 55 országot és 45 ezer kilométert jelent, 4 kontinens, tehát Amerikától Új-Zélandig, Ausztráliáig sikerült bejárnom a fél világot. És igazából most úgy gondolom, hogy Európában ezen a centenáriumi időszakban kell kerekeznem, és a fájdalmat, amit azt hiszem sok embertársam és honfitársam érez, illetve én is úgy próbálom enyhíteni, hogy a koszorúzás helyeiről, ahogyan majd innen is, egy maréknyi magyar földet viszek ki a harcmezőkre, és a magyar katonáknak a sírján elhintem. Azért is, hogy ha már valójában nem tudtak hazatérni, de legalább jelképesen anyaföldben nyugodjanak.